13 mucsfai és egy önkormányzati támogatói csapat mérte össze kolbászszőltő tudását. A mucsfának itt van a 70-80%-a, és az környékbeli településekből is elég sok ember eljött, vannak meghívott vendégeink, úgyhogy elég sok embert megmozgató rendezvényen vagyunk. A Mucsfáért Egyesület 2017-ben alakult alig 15 taggal, már ez a szám már eléri az 55 főt. Az Egyesület szervezi ezt az egész programot, ilyen évente 6-7 rendezvényt tartunk, a kolbásztöltővel kezdjük, aztán szokott lenni teljesítménytúra, szokott lenni szalonnasütés, filmvetítés, szokott lenni civil piknik, évzárót szoktunk tartani, ahova visszahívjuk a támogatóinkat, akik egész évben támogatnak minket. Úgyhogy szerintem egy elég összefogó társaság vagyunk, és csak körbe kell nézni, úgyhogy hogy hány embert mozgattunk meg ebbe a faluba. A 200 fős rendezvényen finom illat és remek hangulat uralkodott. Mi minden egyes falusi rendezvényen részt veszünk. Most már a harmadik éve a kolbásztöltőn. Először úgy volt, hogy a barátaim hívtak, most pedig jöttünk egy külön csapattal, de itt vannak a barátok is, akivel eredetileg kezdtük ezt az egész műfajt, és most pedig család, após, anyós, és másik helyi barátokkal álltunk össze, és alkotunk egy csapatot, és így készítjük a kis házi specialitást. Kezdők szerencséje? A tavalyi győztest kérdeztük a receptúráról, ekkor tudtuk meg, hogy a pár akkor töltött életében először. Tavaly a páromban ketten neveztünk be, a családiasan, és egyik nagyon jó barátunktól kaptunk egy receptet, és azzal sikerült megnyerni. Nem gondoltuk volna, de így adták az égiek, hogy sikerült megnyernünk ezt a díjat. A résztvevők az egész napos eseményt az esti bállal zárták.